Kupakgyűjtő szív karcagon, drágul a tojás és a baromfi, fagykárok a gyümölcsösökben, megkezdődött a nagy hét. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 30-án 18 óra 5 perckor. Új látványosság és egyben hasznos is a mostantól a főtéren az a kupakgyűjtő szív, amelyet pénteken adtak át a városnak a Nexus Egyesület tagjai. Ökrös Dávid elnök elmondta, Karcag első kupakgyűjtő szívét egyesületük egy pályázat segítségével valósíthatta meg, helyi vállalkozók közreműködésével. Legfőbb feladata, hogy a szelektív hulladékgyűjtést jelentős mértékben népszerűsítse a városon belül, hiszen a műanyag kupakokat általában rajta hagyják a flakonokon, és úgy dobják ki, pedig azokat külön lehet hasznosítani, felhasználni. Át tudtuk adni Karcagváros első kupakgyűjtő szívét, amit az egyesületünk, a Nexus Egyesülettel pályázati kereteken belül tudtunk megvalósítani, és akkor helyi vállalkozókat bíztunk meg, hogy a szívet elkészítsék minden egyes munkaszakasszal együtt. Tehát hogy a másik fő célkitűzés azzal az volt, hogy a kupagyűjtő szív elkészülhessen, hogy helyi vállalkozókat támogassunk, segítsünk ezzel a fajta megbízással. A kupagyűjtő szívnek a legfőbb feladata, hogy a szelektív hulladékgyűjtést jelentős mértékben népszerűsítse a városon belül, hiszen a műanyag kupakokat, amiket általában vagy rajta hagynak a műanyag flakonokon és úgy dobnak ki, azokat külön lehessen felhasznosítani, újra felhasználni, és a forgalomban majd visszahelyezni a megfelelő cégnek az együttműködésével. Ezt a szemléletmódváltást szeretnék kialakítani. A befolyt összeget, amit a felvásárlóktól kapnak, a Karcagi Mentő Alapítványnak ajánlják fel folyamatos jelleggel. Ezt szeretnénk, hogy egyfajta szemléletmódváltást tudjunk ezzel kialakítani, vagy legalábbis akinél már ez a szemléletváltás már kibontakozott, hogy ki tudjon még inkább alakulni Karcagon, még népszerűbb tudjon lenni. És az így befolyt pénzösszeget, amit majd felvásárol a PMR a kupakok által, azt az összeget pedig a Karcagi Mentő Alapítványnak kívánjuk felajánlani tartós jelleggel, hogy a működésük ne csak tényleg az általános időkben, hanem a koronavírus alatt is jelentős mértékben tudja támogatni az ő működésüket. A szív 180 cm magas, 140 cm széles, körülbelül 50 kg kupak fér bele, s Karcag város szépségét is tovább tudja ékesíteni a Kossuth téren. Maga a szív, tehát egy nagyméretű szív, mert kétfajta kupakgyűjtőket lehet látni már az országban. Egy kisebb méretű, ami általában legfeljebb 120 cm magas szokott lenni, illetve van a miénk, ami 180 cm magas és 140 cm széles. Tehát egy igen nagyméretű szívről tudunk beszélni, aminek a fő cél ugye az volt, hogy minél több kupakot tudjunk egyetlen egy helyen összegyűjteni, meg alapvetően ugye a Karcag városának a szépségét is tovább tudja ékesíteni, mert a kisebb méretű szívek ugye kisebb rész láthatóval, míg ugye a nagyobb szívek jóval grandiózusan méretűek, és bízom benne, hogy tényleg a Kossuth térnek egy ilyen ékes pontja lesz majd ez a szív. Szepesi Tibor polgármester örömmel támogatta a Nexus tagjait a kupakgyűjtő szív kihelyezésével, mert mint fogalmazott, egy olyan társadalmi kezdeményezés, amely támogatást kell, hogy kapjon az önkormányzat részéről. Nagyon örültem annak, amivel megkerestek, hiszen valóban egy olyan társadalmi kezdeményezés, amely azt gondolom, hogy mindenképpen támogatást kell, hogy önkormányzatunk részéről is kapjon. Másrészt azért is örült a kezdeményezésnek, mert fiatalokból állók alkotják az egyesületet, akik megoldandó társadalmi kérdésként vállalták fel a környezetvédelmet, jótékonysági rendezvényekkel, lehetőségekkel. A kupakgyűjtő szívvel is a szelektív hulladékgyűjtésre való aktivizálás mellett a környezetvédelem fontosságára és az egészségügyben dolgozók munkájára is felhívják a figyelmet. A másik, aminek nagyon örültem, hogy egy olyan társaság keresett meg, egy olyan korosztály, egy olyan fiatalokból álló csoport a Nexus Egyesület képviselőjeként és a mögötte álló fiatalokként, akik úgy döntöttek, hogy olyan közösséget alkotnak, amellyel a város tudják szolgálni. Nem különböző politikai érdekek mellett, hanem valóban olyan társadalmi problémákat vettek föl, megoldandó kérdésként az ő saját palettájukra, mint a környezetvédelem,
a különböző jótékonysági rendezvények és különböző jótékonysági lehetőségek megragadása és támogatása. És ebben a szívben, ahogy a kérdésben is benne volt, valóban ott dobog mind a kettő, hiszen túl azon, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre való aktivizálás mellett, a környezetvédelem fontosságára való figyelemfelhívás mellett egy olyan jótékonysági kapcsolódás is van benne, amellyel a mentőszolgálat kerül majd támogatásra, hiszen jelen pillanatban a mentőszolgálat munkájára, az orvosok, az egészségügyi dolgozók munkájára van talán a legnagyobb szükség. Úgyhogy mondom, mind a kettőnek örültem, de leginkább annak, hogy egy fiatalokból álló csoport foglalta össze és vállalta fel ezt a feladatot. A Nexus Egyesület is csatlakozott a Tisztítsuk meg az országot programhoz. Erről már hamar Bence beszélt. A Tisztítsuk meg az országot pályázat keretein belül a Nexus Egyesület ugye pályázott erre a Tisztítsuk meg az országot pályázatra, ami kimondja, hogy a illegális hulladékoknak a felszámolásával kapcsolatos. A Nexus Egyesület három területen számolt fel illegális hulladékot, a Kisfürdőnél található Kiserdőnél, a 4-es számú főút mellett található kamionparkolóban, ami a Molkútnál található, illetve a 2-es főcsatornánál számolt fel illegális hulladékot, ez inkább építési-bontási hulladék, illetve vegyes kommunális hulladék. Vegyes kommunális hulladék alatt számottevő volt a PET-palack, egyébként a szennyezett PET-palack, a fólia, illetve a gumiabroncs, és ebben volt partner a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., ami az elszállítását, a hulladékoknak az elszállítását, illetve a kezelését vállalta magára. Tudomásunk szerint ezeken a területeken nem képződött újra hulladék, bízom benne, hogy ez így is fog maradni. Befejeződött az önkormányzat pályázatából a magyarkai illegális szemét felszámolása is. 960 köbméter építési-bontási törmeléket számoltak itt fel a szakemberek. A koronavírus okozta krízis helyzet miatt nem kell aggódnia a magyar vásárlóknak. Lesz friss magyar tojás húsvétkor a boltokban. A magyar tojás termelés folyamatos, az áruházláncok ellátása is biztosított, a termelők szerint pánikvásárlásra semmi ok. Az élelmiszer előállítókra mindig, az átlagos hétköznapokon is szigorú higiéniai szabályok vonatkoznak. A tojástermelő gazdák a mostani helyzetre való tekintettel több fertőtlenítést vezettek be, több kesztyű, védőruha és maszk fogy. Ahogy az egészségügyben, az élelmiszer termelési szektorban is a védőfelszerelés folyamatos biztosítására van szükség, a gazdák is mindent megtesznek, hogy ezeket beszerezzék. Az elmúlt hetekben a takarmány alapanyag ellátásban volt fennakadás a határok lezárása miatt, de a kezdeti bizonytalanságok után sikerült helyreállítani a takarmány ellátási láncot. Ezt azzal lehet kordában tartani, hogyha az ember saját maga meg tudja termelni nekik a takarmányt, illetve tehát, hogyha otthon tartunk, akkor amit a konyhából megmaradt maradék, azt a háztáji tyúknak oda lehet adni, amivel lehet csökkenteni a takarmány mennyiségét. Az elmúlt két hétben termelőtől függően átlagban 30-50%-kal több tojást igényeltek az áruházláncok. Ebben az időszakban most szinte minden nap olyan az élelmiszerboltok forgalma, mintha karácsonyra vagy húsvétra vásárolnának be az emberek. Drágul majd a tojás, ahogy más élelmiszerek is. Az elmúlt két hétben 2-3 forinttal emelkedtek a termelői árak, hosszú távon pedig 5%-os termelői áremelkedésre lehet számítani. Nyilván a baromfi húsára, illetve a tojására is emelkedik. Nyilván a takarmányára drasztikus emelésének következtében, illetve nyilván a munkaerő drágulása miatt is. 40-50 forint körülbelül most egy tojás, én úgy gondolom, hogy húsvétre ez akár 60-65 forintra is felmehet. Az okai az, hogy már is nőtt a nemzetközi szállítás költsége. Emelkedett az importált takarmány alapanyagok ára is több helyen, és a forint-euró árfolyam sem kedvez az importnak. A tojásnál szintén, tehát a takarmány emelkedése az, ami befolyásolja mindenképpen a tojásnak az árát, illetve nyilván a munkaerő. Hát nyilván az üzemanyag ára az a takarmány árát befolyásolja, tehát innestől kezdve kihat a baromfi húsa, illetve a tojás termelése is. Népszerűek a hazai zöldségek, gyümölcsök, de lepsze belőlük elég. A tavalyi fagykár miatt jelentős volt a terméskiesés, ez pedig áremelkedést okozott.
A március végi hajnali fagyok miatt most is fennáll ennek a veszélye. 99%-ban hazai, szó szerint. A hajdúszobosztói piacon is a hazai zöldség, gyümölcs a legnépszerűbb. A magyart keresik, hiszen ízharmóniája csak mindig a miénknek a legjobb. Elviszik a másikat is, de sosem lesz olyan finom. De a termelők, az árusok és a vásárlóik is attól félnek, megismétlődnek a tavaly tavaszi fagyok. Sajnos ez az elkeserítő, hogy ma reggelre is még, azért ez nem egy vékony jég. A korai érésű kajszibaracknál már látszanak a fagykár nyomai ebben a hajdúsági gyümölcsösben. A tavalyi év nagyon szörnyen sikeredett, mert hogy a barackusok nagy része elfagyott Magyarországon. Most szerintem minden őstermelő, minden termelő azért szurkol, hogy most már ne fagyjon hajnalba. Sajnos még ma reggel is mínusz 5 fok volt, és a bimbókon látszik, hogy most már piros bimbóban vannak. Tehát rettenetesen tartunk attól, hogy idén is elfagy a termés egy része. A termelők nagy része próbál felkészülni arra, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk a jövő héten is hajnalban mínuszfokok lesznek. Nyilván öntözéssel, füstöléssel, fagyvédelmi gyertyával lehet védekezni, de hogyha tartósan mínusz sok fok van, akkor reménytelen a helyzet, akkor sajnos a gyümölcsösök nagy része idén is el fog fagyni. Ha napközben felmelegszik a levegő, a gyümölcsfa virágai kinyílnak, a hajnali fagyban pedig elfagynak. Tavaly annyi virág volt rajta, és egy dekabarasz se volt rajta, mindegy szálig levitte a fagy. Nem tudjuk most, hogy de ki lehet, egy két hét múlva kiderül. Ha az kibírja, akkor talán megmarad. A termelők szerint, ha a következő egy-másfél hétben is fagyni fog éjszakánként, akkor megismétlődhet a tavalyi katasztrófa. Alig-alig lesz hazai zöldség és gyümölcs a piacokon. Paradicsomot arról nem is beszélve, hogy csak az őstermelőtől, meg magunk megtermeljük, akkor nem kell megvenni. Hogy paprikát is csak őstermelőtől, mert ez a külföldről hozott, az nem látott annyi napfényt, az íze teljesen más, mint a miénknek, úgyhogy ezt szeretjük. Ha a fagykár miatt kevesebb lesz a termés, akkor a kevés többe fog kerülni. Idén ezt a helyzetet szeretnék elkerülni a gazdák és a vásárlók is. Vasárnap megkezdődött a nagy hét, a húsvétra felkészítő nagybőjt utolsó időszaka. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztünk Karcagon is. Bujás Zsolt érseki tanácsos hívek nélküli szent misét mutatott be, melyet Facebook oldalukon is élőben közvetít, és a Karcag TV-ben is látható lesz ma este. A virágvasárnap elnevezés a latin Dominica Palmarum, vagyis a pálma ágak vasárnapja kifejezésből származik, amely a Szent Mise előtti körmenetre utal. A katolikus egyházban a hagyományos virágvasárnapi Szent Mise a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődik. A templom előtt összegyűlt hívek pálma ágakkal vagy barka ágakkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, arra emlékezve, ahogy egykor a Jeruzsálembe érkező Jézust ünnepelt a tömeg. Idén a koronavírus járvány miatt a körmenetek elmaradnak. Az ünnep másik elnevezése az Úr szenvedésének vasárnapja. A Szent Misén ugyanis már elhangzik Jézus szenvedés története, a passió. Kitértek arra, a virág vasárnappal kezdődő nagy hét az egyházi év leggazdagabb időszaka. Az egyház kifejezi hitét, hogy a dicsőséges bevonulása kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, elhozva számunkra megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja. Az idei virágvasárnap sajátos lehetőséget ad, hogy Jézus szenvedésének megünneplése különös módon erősítse meg bennünket a világjárvány idején. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. A riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!